Na sziasztok srácok, hogy Gémi vagyok, itt volnák egy újabb androidos gameplay videóval. Hát jó rég volt már androidos gameplay, de most gondoltam felveszek egyet újra nektek. Mai nap pedig ismét food draft lesz, most viszont a FIFA 22 hivatalos draft építő és hát pak nyitós applikáció kell bemutatni, vagyis mutatom be nektek. Na most, ugye a FIFA talán 20-as vagy 21-es volt már egy ilyen videó, és hát van nyilván 22-es is, itt láthatjátok szépen a jó lapokat, például a Bundesliga Team of the Season játékosai, és a mai nap ismét draftolunk, a kihívás a 190-es draft elérése, mert az a nagy clickbait food draftoknál 190 vagy esetleg 190 plusz, vannak itt játékmódok, például ez a Survival, ezt is majd bemutatom nektek. És akkor kezdjük is el szépen a draftunkat. Rámegyünk a draftra, offline draft. Válasszunk először is formációt. Hát nem 4-4-1-1-jel fogok játszani, hanem egy nem túl izgalmas 4-3-3 védekező formációval. Csapatkapitány, Érdekes, oh, oh de Baressia egyértelmű, hát az icon ki kell venni csapatkapitánynak. Baresia a csapatkapitány. Nézzük a támadót. Kezdjük előről. Hát a támadónk egy szutyok, legyen akkor német ligás csapat, sik a bayer leverkusen től Nem a legjobb csatár, akkor német csapat lesz. Balszére érkezik, háj ah, olyan jó, jó játékosok vannak. Á, de egyik se illik ott a csekéne, legyen Rahim Sterling, itt mindenki szereti. Jobb szére meg... meg... Ó, az a Messi, ó, az a már ez... Ziyech, Salah, Pedro... Jó, kivesszük Salát, az öreg Mohamed a jobb oldalra. Középjük középpályás, na itt már van valaki normális, Jud Bellingham, a Borussia fiatal tehetség, hát, aki Nessalit néz, az tudja ki az a Jude Bellingham védekező középpályás a bal oldalra, 97-es Kimik, na jó lesz ez a draft, Kimik, nice. Melléje pedig viccel Axel viccel a Borussia Dortmundból, viccel bizony. Haja nagyon érdekes neki. Nézzük a bal szélsőt, nem lesz más, mint Luke Show. hát más választásom nagyon nincs. Másik védő, ó, oh, mennyi Icon Hierro, egyértelmű a jó icon ki kell venni. Jobb szélre pedig, ki legyen, tanganga, komolyan tanganga, 88-as a rétingen, bazd meg, fi, van egy tavalyi FIFA-ban 78-as volt a rétingem, meg 88, és a kapus Deha, 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 nem, ki legyen, muszlére egyelőre. Mondjuk Iconok mellett 10-es a Kemi, csere ta, ah, Zommer az én kedvencem, Jan Zommer. Perfekt. Nézzük a cserepadot. É, az a Hakimi nem volna rossz, bár nekünk most Paulista is elegendő, mert ikonok volna. Na, hát kellett kérni Manuel Akanjit, mint cserekén. Középály, ó, Szoboszlai Dominik. Egyértelmű Szoboszlai Dominik a csapatban. Mellé meg egy Gnabry, hogy pedig be is rakjuk Salah helyére, és plusz 8-as chemistry bár csak 9-es kemje van azon az oldalon. Következő, Jack Grill is csereként. Igazi süttyó állat. Ő, de ott a Stindl. Be is rakjuk, és Stindl lesz 100 a chemistry. Hát még Luke helyett kéne valakit szerezni. És akkor jó lesz. Például Konrad Laimer, például egy egész jó játékos. Be is rakjuk Paulista helyére, és ő megy Tanganga helyett. Konrad Limer. Ó, oh, Gündohán őt elvisszük már csak a szerelős tudása miatt. Jó, grill is lerakjuk, nem kell két szélső védő. Ó, oh, Johan Cruyff, na kellett nekem a támadó. Johan Cruyff, yes. Ott is van a 95-es ájkon, nagyon jó. 189-nél vagyunk. Következő, ó, oh, hát a Fresh City igazolás, Erling Haaland. És most mit csinálok Haalandra? Berakom cserének. 190 baz meg. 190 és végül egy Csesk Fabregas. <laughs> hát ez nem hiszem el meg. Előző draft videóban 8 szó szerencsétekett, meg ott van a 190-es draft elsőre. GG. -G. Itt a vége 100-as 90-es rating. A kapuban Zommer, aztán Luxo, Hierro, Baresi, Limer, Joshua Kimi, Jude Bellingham, Axel Witze, Stindl, Johan Cruyff és Serge Nabri. Igazából akinek egyedül hetes es van, az nyilván itt só, és 9-es kemie van Cruyffnak, Stindlnek és Gnabrinak. Foodraft Summary 190. GG srácok. Na, no, akkor itt is vagyunk a főmenüben. Most pedig nyomhatjunk egy retro draftot, ugye a retro draft fut 11, fut 21 playerből bárki lehet. Formáció, most legyen már egy olyan, hogy ne legyen szélső. Pöng, ilyen 4-2-2-2-t. Kapitányunk nem lesz más, mint... Ó, ó Zidorf! Mekkora legenda! Nézzük a két támadót elől. Az egyik 76-as Rashford, legyen angol csapat. Mellette meg Kosta, 8, 94 es Kosta. Védőként, ó, Kevin De Bruyne. Eddig nem egy rossz draft, ez se. Védekező középpályásba Obi Mikel a Chelsea-től. Melléje pedig, hát ez komolyan nincs játékos. Daniele de Rossi egyelőre. Balszére érkezik, legyen álbá. Védőink, ez az egyik Gomez, Ángel Gomez. A másik pedig Kársz Pujol, Icon, bár nincs meg a képe. Jobb szére, Orier! A Tottenham-től. Nagyon jó. És a kapus... Ott is van Ederson a Manchester City-től. Nézzük a cserepadot. Ööö, Moya. Ő oké. Okay. Oké, okay. Alaba. Mincsele, szélső. Ó, oh, Morgan a Lester-től. Hát, egy igazi vizé volt. De marakjuk be. I Tioté. Jó, bemegy de rossz helyére, Tioté. Illetve David Luiz. Bocsánat, azért David Luiz mégiscsak többet él, mint egy Tioté. Na, Pulisic. Következő playerünk. Ó, oh, kín! Kínő jó is, mert szélsővel most nem jártam volna jó. megpről Gomez berakni szélre. Aha, és oda ő el is fér, bár kemiben nem olyan jó, de... Jó van az úgy, jó magyaros módon. Ohohoho. Arnautovics, hát ő nem kell. Uh, Santi Cazorla se kell feltétlen, bár ha berakom a CDM helyett, akkor az úgy a... Fasz a 86-os Santi Cazorla. Jaj, Istenem, komolyan benzem, mint Sere Csatár. Hát picit, pici erős vagy te. Jó, alaba, nem kell, nem kell annyi kurva, táma, kurva védő. Nincs támadó ez a csapat. Ó, Robertson, na ő kellett, nem kell nekünk izé Di Maria, hogy ki a franc volt, nem. Faszom Di Maria, valami támadó volt, Robertson, yes. És a végére ott van Lacazette, Alexandre Lacazette ott is van, bal szélső nincs. Jó. 187-es csapat Retro drabe, ez nagyon jó. Ederson, Robertson, nem tudom ezt a srácot kicsoda, Puyol, Orier, De Bruyne, Santi Cazorla, David louis Zidorf, Lacazette és Costa. 187. <laughs> Milyen konsz konszikvencia? 85, 85, 85. Na srácok, akkor ennyi elég is volt ebből a dalból, és most megnézzük ezt a survival-t. a survival -nek az a lényege, hogy van egy random összeállított kere, és az időn belül lesz egy idő, és időn belül kell százasra a chemisztit kihozni. Ez ennek a lényege, ha be is töltené... Na, mi van, most nem töltött be? Eh, uh, what? Na, itt is van a csapat, 88-as chemistry van, és látjátok az időt, kettő percem lesz. Itt van a cserepadom, és akkor nézzük. Na az első, amit már rossz, az, hogy van egy kurtoám, úgyhogy itt noért lerakjuk kurtoára, plusz 12 chemistry. Akkor itt például van egy olyan lehetőségünk, ami chemistry növelő, az nem más, mint hogy itt pedig, nem nagyon könnyű megcsíri fofánát, meg valakit, és ott is a százas kemisztri. Látjátok, emberek? Így kell csapatot építeni. Sofi megtette a izét. Videó még mindig nincs, a Majd lesz videó. Na, megyünk tovább. Next level. Ez könnyű level volt, igazán. Na, itt is van. Na, itt, na, itt van akkor a második csapat. 95-ös a chemistry, és szerintem én már meg is találtam a hibát, hogy itt mit lehetne csinálni. Hát itt azt kellene csinálni, ki van a cserepadon, egy középpályás, berakjuk CDM-nek, és ennyi. Na, megyünk még egy szintet, és utána ebből is megleszünk. Én egy elég erős keret, 190-es keret. Na nézzük, ki van itt a cserepadon, van egy jobb szélsőnk, úgyhogy azt be tudjuk. Valami van velem, meg a videó felvevő. állandóan leáll a fejét, de mindegy, az a lényeg, hogy a Haki mi helyet beraktuk a izét, a kapott brazil jobb védőt. Na, nézzünk már meg egy szintet, please. Please, felvevő. Én megnézem már, mi a franc baja van. Na, tölts már be. Kicsit laggol, úgy őszintén megmondva. Na, Köszi, hogy nem válaszolsz, hogy rajd meg. Na, csak sikerült valahogy, izé, újrafelvételhez jutni. Itten egy kurva erős keret, 98-as chemistry. Ó, hát itt van Lukaku, hát őt berakjuk. Oda, meg is van. Na, ennyi ez a kis mód. Ez a mód, hogy is hívja? Ö... Survival mód. Megyünk paklinnyitogatással tovább. Na, akkor a jól ismert főmenő, és van 10 pakkunk, úgyhogy ezeket mind elnyitogatjuk. Első egy Rare Player pak, itt 12 darab Rare játékos nyithatunk. Nézzük az elsőt. Ö, ki lesz? Ederson? Nem, Alison, Zsizsi. Mondjuk szarú, mondjuk, szarú vé, mondjuk jó védettő, ha izé a BL döntőbe. Ó, Jude Bellingham. Jó, ezeket megtartjuk, mint játékos. Itt a következő. Köszi, köszi, a Facebook reklámot, kurva kedves vagy, hogy rajd meg. Takarodj már a Facebook reklámmal. World is Facebook. A faszom, a Word is on, on Gaming YouTube channel, érted? Érted, Zuckerberg? már, nyitottam egy Neymar-t, bazd meg. Szunna nyit meg. Silva Rice. Ó, ma Dream League áztam Na, sima goldpak. Nézzük, mit nyitunk egy pakból. Ó! 83-as ripárt. Nem rossz. Na jó, ilyen gyengék nem kellnek. Szuszó maradhat. Na, megint Rare Player pak következik. Ebben jó játékosok vannak. Ó, francia. Ó! Ott van! Kilian, Kilian Mbappé. Akkor jön egy újabb Rare Player pack. Már itt vagyunk felénél, kaptunk a mentet. Ó, megint. Már kinyosz! Bizony már kinyosz! 95-ös Team of the Season kártya. Elképesztő. Ó, van egy, de még egy transfer list. Nézzük a következő. Egy garantált inform park. ebbe valami inform lesz ha látnánk. Nézzük az... Másik pakra megjött egy Anderson Taliska, hát ő is jó. Na please játék, hadd nyissam már ki ezt a három gold pakkot. Nézzük az elsőt. Jó, hát szarok. Második. Kinyitjuk már a mind a kettő gold pakkot. Na nézzük. Tíz pakkot kinyitottunk. Rácsics, hát ő aztán nagyon jó. Másik, hát is kurvára jó focista, Hernández, kaptunk egy kuffált, na, csak kinyitottunk sok pakkot, most már jöhet akkor a. na akkor a videó zárása kép, ismét nyomatunk ki draftot. Ö, hát a kihívás az az, hogy megszerelni a 191-es draftot. Először is kezdjük el egy drafttal, és egy retro drafttal kezdjünk felállásként most választunk valami jól. A 4-3-3 hamis 9-es formációval fogunk játszani, amelyet annó a Milán megismertetett az egész világgal. Csapatkapitány, ó, ott az icon, Overmars. Nem tudom, miért nem töltik be a képe, sose. A csatárunk nem lesz más, mint. Ó, ho -ho -ho, Lewandowski, német csapat lesz. Jobb szélre érkezik, hát legyen Ajozé Perez, középső középpályás, ő, Csiágo, ő nagyon is jó, mindenki szereti. másik középső középpályás ki, pedig Zami Kedira, 81-es. Védő pozícióba, ohohoho, oh, hát itt vannak ám -e jók, legyen Krcsoviák, Balszére pedig ott a kurzava. Köszönöm szépen. Védőink pedig az egyik szakó, a másik pedig csukú. Nagyon jó kis francia chemistry. Jobb szére pedig ó, piszcsek. Yes. És a kapus mandanda. Nagyon jó kapus. Csere konzigli. Most teljesen átkezdtem alakulni francia gárdává. Ó, garály, mint vé cserevédő. Ó, ó, mellette még, hát Danielves nem kell, úgyhogy legyen Szokratis. Ó, az a, az a Müller az ott nekem nagyon jó. Melyik Csoviek helyére tökéletes. Ó, az arábi, ó, ó, az viszont nagyon kellene chemistry javítóként. Igen, bár bukunk a chemistry de azért az a az, az, az ott faszan. Következő emberünk, na hát Heung Minson. Ó, az meg! Pedig milyen jó kapust. még most kéne átalakítani franciára a gárdát. Ennyi áll Következő félünk, ó, Viktor Oszimen, akkor megvan a cserecsatár, Viktor Oszimen, a Liltör. Ó, Thiago Silva, nice, nagyon jó. 87-es a rating, viszont kemibe elég szarul állunk. Következő játékosunk, hát Castro, hát ő nem kell most. Ó, Messi, nem veszem ki messi -t. És a végére mi kapunk egy goreckát. megnézzük, hogy mit tudunk még ebbe a csapatból kisajtani, de szerintem ennél többet nem lehet. Hát igen, ez egy szar draft, 89-es chemistry, 87-es rating, ez szar lett. És akkor a végére még jöhet egy nagyon érdekes 4-1-4-1-es formációjú draft. A 191-es kihívás. Nagyon jó a csapatkapitány, Hernández, Egyben meg is van a támadó ájkonunk. Nézzük a balszére. Ó, most angol... Most nem, most legyen spanyol ligás. Renállodi érkezik a balszére. közép pályán, az egyik Kamavinga. Nagyon jó, Pestbe is megvan. Melléje meg, hát... Basz, Francia kéne legyen mutinyó. Jobb Joaquin. Nagyon jó. Védekező középpályás. De jó, hogy nincs egy izé. Francia kell, vagy portugál, akkor berakjuk Andrét, legalább egy kis kemisztri van. Bal Miranda. Középső védén közül az egyik ó, hát Ölabá. A másik pedig Bártra. Nagyon jó, nagyon jó védők. Jobb szélső, Mankvilló legalább egy kis chemistry van, viszont newcastle -ös. A kapuba pedig David Soria. Cserekapus, ó, hiába vannak itt jók, egyik -egy 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 se tudom használni, legyen Gurácsi Peti. Ó, Hierro, ott az Icon, az nagyon jó. Másik védőnek, legyen Sergio Ramos, mint csere. Ö, Dani Olmo nem kell, köszönöm. Ö, huami, mint balszél, mondjuk jobb, mint Renálo Diaz, tény és való. Ó, a cserecsatár. Gündohán, de nekem nem Gündohán kéne, hanem kéne valami középpályás. Erre kapunk egy Vinicius Junior-t, akit most nagyon fölhájpoltak. Mi gyere Vinícius, basszus, hát te, te neked a góloddal nyertél meg a BL döntőt idén, gyere Vinícius. Aj, varán. Vár. Na, csak sikerült De Jong végre. Végre valami normális játékos De Jong. De mi mindig kéne egy mert ott még a Lilly srác van. Ascenzió, nem hiszem el, kapunk egy Ascenziót szélre. Az Ascenzió, egy Casemiro-t kéne kapni. Nincs Casemiro, de van Cross. Az is jó, az is tökéletesen jó. Á, 188-as csapat. A kapuban Paul Lopez, aztán Hernández, Alaba Hierro, ez a Newcastle srác, Cross, Vinicius, Kamavinga, Dejong, Kaleon uh, talán, meg Hernández. Mindegy, 5 drafton nyomatunk, még lesz egy draft. És akkor jön az utolsó offline draft, és meg is kaptunk egy kényelmes formációt, a 4-3-3-mal fogunk játszani. Csapatkapitányunk a mai utolsó drafthoz, hát nincsenek jó opciók. Uh, legyen... Uh, legyen akkor angol ligá csapat, puliszítsa Chelsea-től. támadunk előre, ó, oh, jó napot kívánok, Mr. Ronaldo, tessék ott takarítani középen, jobb szére meg a 97-es szalá. Na, hát ez tényleg nem egy rossz dra. Középpályára érkezik, nem más, mint, ó, Jorginho oh, Császike kemi, középre, jó, legyen tonáli, legalább kemibe van. Ó, felállni nem. Felállni nem. Legyen akkor Milinkovic Zavics. Balszére, ó, Roberto Carlos. Na, hát Roberto Carlos. Ó, meg egy Maldini. Na, itt van az ikon sor. Aztán egy Varán, ő is nagyon jó. Jobb szélre pedig Cancelo. Na, City is játékos. Kapuva meg Rilly Radecki. Cserekapus, kapus, Pickford. Jó van, Pickford. A válogatott kapus. Ó, ezt a mekkora ikon. 97 98-as kemi. Ó, oh, 96-os Mit csinálok a Fandajkkal? Ó, nagyon nem kell. Na, Ödegárd, ő viszont kell. Ödegárdot be is rakjuk ide. Eusebio Ronaldo helyére. baz meg, olyan kurva erős csapat. Ó, Csés. Ó, Casillas. Na gyere csak Casillas. Azt a basz meg, öt ájkon van. Nem, hat ájkon van, és nem, nem, öt ájkon van, és minden fönn van a pályán. Jó, hát Anderson Taliszka, köszi, A, jönnek a szarok, mi Jó, Gorecska, mint ő jöhet, Gorecska, 190. Ó, oh, Fred, 91-es középpályás Fred. 191-nél vagyunk jelenleg, srácok, 191. Meg lehet a 191-es draft, és a végére ki az, akit válaszunk? Elkérjük Vinicius Junior, és berakjuk, és hát srácok, Elkészült a 191-es draft, elképesztő, új rekord. Ugye a tavalyi játékban is a végén sikerült a 190 es draft, itt a 191-es draft, olyanokkal, mint Casillas, Roberto Carlos, Naldo, Cannavaro, talán, vagy Nesta, szerintem Nesta inkább, Cancelo, Jorginho, Fred, Ödegár, Uh, Pulisic, Eusebio, Salah itt a cserepadon és Pickford, Varane, Fandai, Tonali, Gorecska, Vinicius Junior és Ronaldo. Fú, hát várjatok erről, mentek egy kép az meg az olyan szép. Ez olyan szép kép. És akkor Fudraf Summary, azt még megnézzük, és akkor ennyi lett volna a videó. 191, 5 Icon, 11 Premier League player, Hát srácok, ez lett volna a FIFA 22 draft szimulátor. Köszönöm, hogy itt voltatok. Következő videóban találkozunk, ami Mágé Parka lesz. Szabors Gaming voltam. Sziasztok!